Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Egy nagyon szép tulajdonságról szeretnék jó híreket hozni. Az alapigét, azt, hogyha meg tudjuk tenni, keressük ki János evangélium a 12. fejezet 26. verséből. János volt az a tanítvány, aki nagyon közel állt Jézushoz, és nagyon nagy szeretet kapcsolat volt közöttük, és ő is átment, ha nem is az első vizsgáján, ugye, János apostol, a tanítvány, mert emlékezünk rá, hogy még tüzet is kért az egyik falura, de aztán megtanulta, hogy mit jelent igazán szeretni, ahogyan hallottuk az előző versben is. János evangélium a 12. fejezetéből fogom olvasni az arany szöveget, vagy a mai alapigét, és a 12. fejezetnek a 26-os versét. Aki nékem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. Aki nékem szolgál, megbecsüli azt az Atya. Hát melyik lehet az a nagyon szép tulajdonság, ami ebbe az igébe van gyönyörűen becsomagolva, szép szallaggal átkötve? Melyik tulajdonság? Hallgassuk meg még egyszer az igét, és próbáljuk meg felfedezni belőle azt a nagyon nemes emberi megnyilatkozást, amiről az Isten beszél, hogy ő is tesz ilyet velünk. Aki nékem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. Aki nékem szolgál, megbecsüli azt az Atya. Szolgálat, egy nagyon nemes tulajdonság, és mi lesz azzal, aki Istennek szolgál? Megbecsüli azt az Atya. Hát ez a tulajdonság, amit szeretnék egy kicsit közösen végig gondolni ma, együtt, mindannyiunkkal. Mit jelent az, hogy megbecsülni valakit, valamit? Segítségül hívtam itt az értelmező kézi szótárt is, két jelentésnek a cikkét fogom felolvasni számotokra. Az egyik jelentése a megbecsülés képességének egy személy, egy dolog értékét figyelembe venni, tekintettel lenni rá, méltányolni, és ennek megfelelően bánni vele. Például, amikor egy igazgató megbecsüli a szorgalmas munkatársát, dolgozóját. A gyerek megbecsüli azt, amit most karácsonyra például kapni fog, vigyáz rá, letörli, ápolgatja, finoman bánik vele. Van egy másik jelentése is, egy picit árnyalja ezt a dolgot. Kifogástalanul viselkedik, udvarias, tisztelettudó, segítőkészen viszonyul másokhoz, igyekszik munkájában jóra törekedni, és ez olyan, amikor például az inas vagy egy beosztott megbecsüli magát a munkahelyén, odafigyel arra, hogy mindent a lehető legjobban végezzen el. Szoktuk is így mondani a gyerekeknek, hogy becsüld meg magad, fiam vagy lányom, amikor intjük vagy jóra buzdítjuk a gyermekeket. Két nagy gondolatkört fogunk körbejárni, és most már Isten igéjét fogjuk végig segítségül hívni. Az egyik, hogy hogyan becsül meg téged Isten? Hogyan becsül meg engem, embereket, mindannyiunkat Isten? Számomra nagyon felemelők ezek a gondolatok, amivel itt fogunk majd találkozni. És néhány dolgot szeretnék kiemelni, hogy kit, hogyan becsüljünk meg mi, emberek. Vajon, aki nem becsüli saját magát, nem becsüli a környezetét, nem becsüli azt, amit Istentől kapott, az el fog jutni a mennyországba? Nem. Fontos kérdés az, hogy tudjuk-e egymást, önmagunkat, az Istentől ránk bízott javakat és képességeket megbecsülni? Igen. Fontos kérdés. Üdvösség kérdése? Igen. Mondhatjuk azt is, ugye, hogy üdvösség kérdése, hogy ez a jellem tulajdonság jellemző-e ránk. Ez egy nagyon gyakorlati dolog. Az, hogy én megbecsülöm a feleségemet, a férjemet, a gyerekeimet, a társamat, a hittestvéreimet, a szomszédaimat, azokat a javakat, amelyeket Istentől elvettem. Hogyan is becsül meg Isten engem? Nem tudom, hogy kinek van kertje otthon. Jó érzése az, amikor már szüretelni megyünk ki. Nagyon-nagyon nagy öröm számunkra az, amikor kivesszük a sárgarépát a földből, levesszük a paradicsomot,
Volt-e ilyen része Ádámnak és Évának? Isten egy csodálatos kertbe helyezte őket. Mózes első könyve, 2. fejezet, 8. 9. versét, hogyha kikeressük, érdemes megfigyelni, hogy Isten hogyan gondoskodott arról, hogy Ádám és Éva csodálatos környezetben legyen, és valóban boldogok legyenek annak a környezetnek következtében, amivel Isten megkereste őket, és megajándékozta őket. Mózes első könyve, 2. fejezet, 8. és 9. versét fogom felolvasni. És ültetett az Úr Isten egy kertet Édenben napkelet felől, és abba helyezte az embert, akit formált. És nevelt az Úr Isten a földről mindenféle fát, tekintetre kedvest és elederre jót, az élet fáját is a kertnek közepette, és a jó és gonosz tudásának fáját. Hát amikor a saját kertünkre gondolunk, akkor mire termés lesz belőle, az elég hosszú idő. Sok fizikai munkát jelent. Lehet, hogy bele is izzadunk, el is fáradunk, a gyomnövények nőnek, és mi csak küzdünk, és lehet, hogyha a jég elveri, akkor a termésünk sem olyan szép. Isten, amikor elsőnek teremtette az embert, akkor ő nevelte a kertben a gyümölcsöt, a növényeket, a magpozó füveket, és ő gondoskodott arról. Tehát elmondhatjuk-e azt, hogy Isten eredetileg az embert nagyon is megbecsülte. Egy nagyon-nagyon szép lakókörnyezetet adott a számára, és ezt ő megígéri, hogy újra az övéinek adja. Beszél a Biblia az újjáteremtésről. Ahogy itt elkezdi a teremtéssel, ugye tudjuk, a Biblia legvége arról szól, hogy Isten milyen csodálatosan újjáteremti a Földet. Elsőnek is tehát a lakókörnyezetben Isten megbecsül téged és engem. Tehát ma erősödjünk meg abban, hogy Isten egy csodálatos környezetet készít az övéi számára, mindannyiunk számára, és ez azért csodálatos, mert Isten a környezetünkről, a kényelmünkről szeretne gondoskodni. Ő így gondoskodik az emberről. Szeretnék tovább lépni, kihagyván itt a vázlatomból egy igét, az Efézusi Levél első fejezet 3-5-ös versére. Ugyanis, hát nagyon szép ez a történet, de most nincsen édenkert, most nincsen mennyei otthon, hanem bizony küzdünk nagyon sok szenvedéssel, nagyon sok fájdalommal, nehézséggel, és ez a mi bűnünk következménye. Ami miatt elromlott a Föld, ami miatt nincsenek meg azok a feltételek, hogy a Föld magától terem, ami miatt nincsenek meg azok a feltételek, hogy mi békésen, tulajdonképpen munkanélkül örömben tudunk élni. Elveszítettük Istenünket, elveszítette az emberiség az Istennel való együttműködést, azt a kapcsolatot, és elszakítottuk magunkat a szülőtől. Tegnap este volt egy elég nehéz beszélgetésem valakivel, és mondta, hogy tulajdonképpen az egyik lányunkról van szó, én el is akarok költözni innen, minél gyorsabban. Nem kelletek tovább. Nincs rátok szükségem. Hirtelen felindulásból mondta, de azért a szónak súlya van, és hogyha valaki ilyet megfogalmaz, akkor annak komoly következményei lehetnek. Ádám és Éva, mikor ott a kertben voltak, és mindenük megvolt, és volt mondjuk 150 fa, és Isten azt mondta, hogy mind a 150 gyümölcsfáról ehettek. Egyről kérlek ne. És közösen Éva is, aztán Ádám is eldöntötték, hogy kevés nekik a 150 fa. És hát próbáljuk ki azt az egyet is. Ezzel mit mondtak Istennek? Nincs rád szükségem, Istenem. Nincsen szükség a szabályaidra. És mindegy egyes bűn, amit én elkövetek, vagy bármelyikünk, az azt jelenti Isten felé, hogy nem elég jók a szabályaid, nem adsz nekünk eleget, nekünk egy kicsit több kell, mi egy kicsit többet szeretnénk. És a kísértés, az természetesen jön, mindenkinek az életében jön. De ha mi a kísértéseknek engedünk, akkor
elszakítjuk magunkat az atyánktól, az édesapámtól, a teremtőtől, a megváltónktól, és magunkra maradunk, magányosak leszünk. Na most ilyen esetben mit jelent az, hogy Isten megbecsüli az elveszett embert is? Van-e erre nézve gondolata Istennek, hogy ő hogyan gondolkodik az ilyen bajba sodródott emberről, rólam, rólunk, rólatok? Olvasnám tehát az előbb kikeresett igeszakaszt, Efézusi Levél első fejezet 3-5 verse szerint. Áldott legyen az Isten, és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak Atya, aki megáldott minket minden lelki áldással a mennyekben, a Krisztusban. Az szerint, amint magának kiválasztott minket, ő benne, a világ teremtése előtt, hogy legyünk mi szentek és fedhetetlenek ő előtte, szeretet által. Előre elhatározta, hogy minket a maga fiaivá fogad, Jézus Krisztus által, az ő akaratának jókedve szerint. Kétszer ugrunk vissza a történelemben a teremtés előtti időre. Egyrészt Isten a teremtésünkkor tudta, hogy mi azt fogjuk mondani Istennek, hogy hát nem elég jók a te szabályaid. Nem biztos, hogy tudunk mi azoknak engedelmeskedni, mert biztos valamit eltiltasz tőlünk. De már akkor elhatározta Isten, mikor tudta, hogy én ember, ti, mindannyian emberek, valamikor lázadunk Istennel szemben, akkor elhatározta, hogy bár elszakadunk tőle, de ő elkészíti a befogadó határozatunkat, hogy újra a maga fiaivá fogad. És ez nagyon-nagyon szép dolog az Istentől, eltervezte, elhatározta. Az elhatározás az olyan, hogy vagy sikerül, vagy nem. Az elhatározok valamit, az azt jelenti, hogy az úgy lesz. És ha Isten valamit elhatároz, akkor az úgy lesz. És hiszitek-e azt, hogy Isten rólatok elhatározta, hogy a maga fiaivá és leányaivá fogad benneteket? Ezen múlik nagyon sokszor az, hogy újra vissza tudunk-e kerülni Istennel való kapcsolatunkba, hogy elhisszük-e Istennek azt, hogy ő a maga fiaivá fogad? Hát két dologgal tisztába kell lenni. Hogy én elveszítettem Istent, mint atyámat a bűneim miatt. Ezzel tisztában kell lenni mindenkinek, aki szeretne Isten megbecsülésében részesülni, hogy én elszakadtam Istentől. Kettes, hogy szükségem van Istenre. Tehát ez a kettő feltétele annak, hogy Isten újra a tenyerén tudjon hordozni téged és engem. Felismerem-e azt, hogy szükségem, hogy bajban vagyok, hogy elszakadtam az én apámtól, az én Istenemtől, az én teremtőmtől? Ezt minden reggel fel tudom-e ismerni, és azt tudom-e mondani mai reggel is, és holnap reggel is, hogy Istenem, ma is szükségem van a te befogadásodra. Ha ez a kettő megvan, akkor tapasztalhatjátok Isten megbecsülését. És bármilyen nehéz helyzetbe, körülménybe kerültök, boldogok lesztek, hogy Isten megbecsül benneteket. Kettő dologról beszéltem eddig. Az Isten eredetileg nagyon szép környezetet tervezett Ádámnak és Évának, és aki üdvözülni fog, az újra részesül ebben a csodálatos fizikai környezetben, a csodák világában, a természeti csodák világában, a bőséges táplálékban, a melegben, az egymás közötti szeretett kapcsolatokban. Kettes, ha elveszítettük az Istennel való kapcsolatunkat, békés, elrendezett kapcsolatunkat, Isten újra hív, mert az áldozat, ami alapján visszatérhetünk Istenhez Jézus Krisztus által, készen van. És Isten szeretné a bűnbe sodródott, a bűneit felismerő és az onnan szabadulni vágyó embert ismét a fiává fogadni, és ezáltal újra a megbecsülését kifejezni felénk.
Talán ezt megerősítve zárnám le az első gondolatkört Péter apostol második levele első fejezetéből, a 3-tól 4-es versig. Péter egy nagyon nagy bűnt követett el, Jézus kereszthalála előtt közvetlenül megtagadta Jézust, és nagyon bizonytalan volt affelől, hogy Jézus elfogadja, becsülni fogja-e őt ezután bármire is. Szerintem mindannyian ismerjük azt, hogyha valami hibát követünk el, akkor úgy bizonytalanok vagyunk, hogy most haragszik ránk a jó Isten? Haragszik ránk az, akivel a hibát elkövettük? És Péterben is ott feszült a kérdés, hogy vajon haragszik-e rá Isten? Nézzétek meg, hogy megnyugodott-e Péter azon igei gondolatok alapján, amit olvasok, hogy Isten minden hibája ellenére törődött vele, és foglalkozott vele. Mivel, hogy az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és kegyességre való, annak megismerése által, aki minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott, amelyek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg minket, hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek, kikerülvén a romlottságot, mely a kívánságban van e világon. Ha most valaki itt innen az asztalról kaphatna egy olyan ajándékot, amit hogyha magával visz, soha többet nem hibázna az életében. Jó lenne. Jó lenne? Nagyon. Mindenki vinne belőle? Igen. Hát itt van. Isten annyira megbecsüli a bűneibe sodródott embert, aki vágyik onnan megszabadulni, hogy képessé tud tenni bennünket arra, hogy ne essünk el a kísértésekbe. Tehát az előző pontban arról beszéltem, hogy Isten ki tud szabadítani bennünket a bűneinkből, a bűntudattól, a bűntehertől, és újra azt mondja, hogy gyermekem vagy. És olyan kapcsolatban lehetek Istennel, mint Ádám és Éva a bűnbeesés előtt. Mint egy igazi apa-fiú, apa-lány kapcsolat. Itt viszont e fölött kapunk még egy megbecsülést a Jóistentől, hogy aki őt választja urának, annak még egy ajándékot ad az Isten, egy különleges ajándékot, hogy ellen fogunk tudni állni a rosszra csábításnak, a rosszra kísértésnek. Itt ugye az az ige, így kezdődik az idézett ige szakasz, mivel hogy az ő isteni ereje mindennel megajándékozott bennünket. Mekkora az isteni erő? Hatalmas. Elbírja ezt a virágcserepet? Le tudja írni a Bibliát? Meg tudja őrizni azt 4000 éven keresztül, hogy szóról szóra az legyen, amit ő üzenni akar nekünk? Ugye meg tudta teremteni a világot, a világokat? Fenntartja, ahogy mondjátok. Tehát Istennek akkora hatalma van, neki nem okoz problémát az, hogy egy-egy kísértésben nekünk győzelmet adjon. Van egy-két olyan korábbi rossz szokásom, ami időről időre előtör. És elhatároztam, hogyha újra rám tör, akkor azonnal letérdelek és imádkozok. Nem érdekel, hogy hol vagyok. És nagyon nehéz, mert jön a kísértés, és még erősebben jön. Biztos, hogy imádkozni akarsz te most? Hát, nem olyan fontos ez, hát ez csak egy apróság. De újra imádkozom. Istenem, én már nem akarok ebbe a kísértésbe újra elesni. És a második imádság után, de lehet, hogy a harmadik vagy a negyedik imádság után megerősítene a Jóisten. És azt mondaná, hogy igen, ott vagyok, és nem fogsz ebben a kísértésben elesni. Ennyire becsül az Isten. Lehetőséget ad a kezünkbe arra, hogy egyre szeretetteljesebb, egyre szebb életet éljünk. És e gondolatnak a párhuzamosa lesz majd a második gondolatkörnek a lezárása. Most nagyon gyakorlati dolgokat szeretnék megemlíteni, hogy kit, mit becsüljünk meg. Kit, mit, illetve hogyan becsüljünk meg. Úgyhogy gyakorlati dolgokat szeretnék idézni elsőnek. Mózes 3. könyve 19. fejezetéből. Mózes 3. könyve nagyon sok törvényt, olyan polgári törvényt tartalmazott a zsidó nép számára,
ami az államigazgatási szakembereknek is nagyon sokat jelenthet. És itt Mózes harmadik könyvéből szeretném felidézni a 19. fejezet 32. versét. Aztán felteszem a kérdést, hogy ez a mai társadalomban mennyire valósul meg szerintetek. Az ősz ember előtt kelj fel, és a vén ember orcáját becsüld meg, és félj a te Istenedtől. Én vagyok az Úr. Az ősz ember előtt kelj fel, és a vén ember orcáját becsüld meg, és félj a te Istenedtől. Én vagyok az Úr. Sok minden van ebben a versben. Iskolában is dolgozom, és 18 évvel ezelőtt egy nagyon gyakori szokás volt az, ha bekopogtam a kollégám órájára, és valami ügyintézni valom volt a gyerekekkel, vagy éppen a tanár kollégámmal, akkor a tanár csak ennyit tett, és a gyerekek mit csináltak? Fölálltak. Mert? Tisztelt. Mert ezzel fejezték ki azt, hogy tisztelik a másik tanárt. Érdekes módon ez egy kikopó szokás már az iskolánkban, de azért még van rá példa, hogy igenis tessék fölállni, hogyha egy másik kollega beérkezik a tantestületbe. Kérdeztem az előbb, hogy mennyire jellemző az idősek tisztelete a mai társadalomban? Nem. Vannak, akik esetleg ezt gyakorlatban is tapasztalják. Isten népe között törvény volt az idősek tisztelete. Csak akkor, hogyha az az idős pont úgy gondolkodik, mint a fiatal? Nem. Csak akkor tiszteljük az időset, ha a nyugdíjával támogat bennünket? Nem. Feltétlenül. Feltétel nélkül. És nagyon fontos, hogy így szól az ige szakasz, mint ahogyan az első angyal üzenete, ami az adventizmusnak az nagyon fontos üzenete, hogy félj a te Istenedtől, féld az Istent. Ha te nem tiszteled az időset, akkor én védelmemre se fogsz számítani. És az időseknek az élettapasztalata, sok-sok küzdelmük, akármennyi hibájuk maradt, tisztelni kell őket. Például ez egy nagyon fontos megbecsülési terület. Gondolom, hogy ebben mindannyian nem bukunk el, ezt ismerjük, gyakoroljuk. Szeretnék egy másik területet kiemelni, amit szintén Mózes 5. könyvéből szeretnék idézni, tehát szintén Mózes törvénykönyvéből, a Mózes 5. könyvéből és a 27. fejezet 16. versét, tehát Mózes 5. könyve 27. fejezet 16. verse. Szerettem volna kikeresni a Bibliából a tényleg a becsülés, egymás megbecsülése szavakat is, amikor ezt az igét választottam. Ez a 10 parancsolat egyik részéhez is igazán illik. Tehát Mózes 5. könyve 27-16 szerint átkozott, aki kevésre becsüli az ő atyát vagy anyját, és mondja az egész nép, ámen. Isten ítélőként jelenik itt meg. Nem azt mondja, hogy nem becsüli a szüleit, hanem kevésre becsüli. Mi a különbség a kettő között? Ugye egy kicsit azért becsüli, tehát bennem nem lehet hibát találni, mert én azért becsülöm egy kicsit a szüleimet. Azt mondja itt az ige, hogy aki kevésre becsüli az ő atyát vagy anyját, az átkozott. És Isten ezt nagyon komolyan gondolta. Megint egymás megbecsülését, tehát a szülőtisztelet. És én is szülőként hibát követek el, ha ezt nem tanítom meg a gyerekeimnek. Megint volt egy beszélgetésem egy olyan fiatallal, akinek nem érték sok minden, nem érték a család, nem érték a jó tanulmányi eredmény, a erkölcsösség, és úgy most így sikerült, holnap úgy sikerült. És próbáltam ugye fejébe ültetni az első legfontosabb érték, a családod neked. Ha nem ismered Istent, és nem akarod őt követni, akkor is, akik gondoskodtak rólad, akik háttérországot adtak neked, ezt feltétel nélkül becsülni kell.
Hát még ha ráadásul jó szülei is szeretnének lenni. Azt kell lássuk tehát itt, hogy Isten nagyon határozott az emberi kapcsolatainkban egymás megbecsülésére nézve. És nekem mindig különös fájdalom, amikor fölényesen beszél egyik ember a másikról. És nem is méltó sem Isten gyermekéhez, sem senkihez, aki lenézően, fölényesen, a másik hibáiról beszélgetve éli az életét, mintha az jobb lenne. Példabeszédek könyve 15. fejezet 5. verse. Itt már nem szeméről van szó, hanem tanításról. Még határozottabb Isten szava a dorgálásról. Így szól tehát példabeszédek könyve 15. fejezet 5. verse. A bolond megutálja az ő atyának tanítását, aki pedig megbecsüli a dorgálást, igen, eszes. Bölcsalmon gyakran él a bolond és az okos, a bolond és az eszes hasonlatával, vagy használ más kifejezéseket is erre. Van, aki utálja azt, hogy nekem tanítást mondanak, útmutatást adnak. Nem, én innen el akarok menni, nekem ez nem kell, nincs rá szükségem. Viszont, aki megbecsüli a dorgálást, aki azt mondja, hogy köszönöm, hogy elmondtad, nem tudok most mit kezdeni még vele, meg rosszul is esik, de gondolkodom rajta. Én volt olyan gyerekem az egyiknek, 17 éves születésnapjára azt mondtam, hogy én egy valamit kérek, egy nagy ajándékcsomagot, ha valami tanítást akarok adni, akkor annyit tudjál kimondani, hogy gondolkodom rajta. Ebben nincs benne az, hogy még megbecsüli, nincs bent az, hogy elfogadja, netán még követi is, de legalább szóba áll vele. És nagyon tiszteletre méltó az a fiatal, az idős, aki figyel, hogy ebből most mit tanulhatok, ebből az élethelyzetből. Tehát ami bennünket érő hatások, lehet az fizikai, lelki, valaki szól valami miatt, akkor azon gondolkodjunk, értelmezzük, vizsgáljuk meg. Még az Isten is azt mondja, hogy az ő igéjét is vizsgáljuk meg, bárki bármit tanít, de a feddéseket is vizsgáljuk meg. És ha jó, ha tanulhatunk belőle, ha épülhetünk belőle, akkor azt fogadjuk meg. Tehát beszéltünk eddig az idősek tiszteletéről, megbecsüléséről, beszéltünk a szülők megbecsüléséről, és itt a szombatiskolán már említettem, hogy én a feleségemtől tanultam azt meg, hogy mit jelent nekem a tiszteletre tanítani a gyerekeimet. Mert ma már erre tanítani kell a gyerekeket. Ez nem maguktól jön, nem így születnek. És nagyon azt kellett mondanom, hogy ezt nagyon meg kellett tanulnom tőle, és igyekszem is fejlődni ebben a dologban. Jelenések könyvéhez lapozzunk, és a 16. fejezet 15. verse, ami össze fog csengeni az előző gondolatkörnek a végével. Jelenések könyve 16. fejezet 15. verse, egy jelképes gondolat is, de nagyon gyakorlati jelentősége is van neki. Tehát így szól ez az ige szakasz. Ímé eljövök, mint tolvaj. Nem a tolvaj szó a lényeg, hanem hogy nem tudod, hogy mikor jövök. Így van. Boldog, aki vigyáz és őrzi az ő ruháit, hogy mezítelenül ne járjon, és meg ne lássák az ő rúdságát vagy mesztelenségét. Hát ruhára vigyázni, ez minden szülő féltése a gyereke felé. Vesz egy szép ünneplőcipőt. Nem lelkes a szülő, hogyha a gyerek kimegy és dagonyázik benne a sárba, sem ha a ruháját összepiszkítja, vagy nem becsüli meg azt, amiről a szülő gondoskodott. De ugye van ennek egy jelképes értelme és értéke. És most kapcsolnám össze a péteri ige szakasszal a második levél első fejezet 3-tól 4-es verse. Isten egy ajándékot ad nekünk, az ő erejét, hogy a tőle kapott szép ruhánkat, szép kedves természetet, isteni természetet, szép ruhát tartsuk meg olyan szépnek, hogy jó legyen a közelünkben élni, jó legyen
velünk beszélgetni, mert a beszédünk az, ha határozott is, de tele van szeretettel, tele van vonzással, tele van reménységgel. Itt azt mondja, hogy boldog, aki vigyáz és őrzi az ő ruháit, hogy mezítelen ne járjon, és ne lássák meg az ő rúdságát. Istentől az ajándékba kapott lehetőséget, hogy mi a kísértéseken győzhetünk, ezt mennyire becsüljük meg? Kérdezi tőlünk ma az Isten. Mert az fog boldogan találkozni Jézus Krisztussal, ímé eljövök hirtelen, boldog, aki vigyáz és őrzi az ő ruháit, hogy mezítelenül ne járjon, és meg ne lássák az ő ruháját. És nagyon-nagyon szép dolog az, én egy mindjárt befejezem ezt a gondolatot, és egy szakmai megbeszélésre készültem a kollégáimmal, és az idős otthon mellett sétáltam el. És azt mondtam úgy magamban, hogy én nekem, amikor én megöregszem, ha így kell élni ezen a földön, hogy még meg kell öregednem, akkor nekem is elég lesz egy olyan kis szobácska, ami ott az idősek otthonában van. Nem kell több. És hogy tényleg csak arra legyen már gondom, hogy vagy ott az ottani embereket próbálom vidámítani, reménységet adni nekik, vagy amennyi erőm engedi még másokat is, de nem vágyom már nagy házra, nagy kertre, csomó lekötöttségre, lefoglaltságra. Én így éltem azért kollégiumi körülmények között 4-5 évet, és azt kell mondanom, sőt 8 évet, hogy elég volt, nem kellett több. És azt szeretné Isten, hogy amikor jutunk előre az életünk éveiben, akkor egy valamiben nagyon gazdagok legyünk. A ruhánk színének a fehérségében. Minél kevesebb, illetve ne legyen rajta folt, hiba, szakadás, foltozás. És természetesen ma is, és minden nap lehetőségünk van Jézustól megkapni az új, tiszta, fehér ruhát. És azt kérdezi ma tőlem és tőlünk a Jóisten, hogy akarjuk ezt megbecsülni. Beszéltünk az idősek megbecsüléséről, a szülők megbecsüléséről, és arról, hogy idős generációnak tanítani kell a tiszteletre a fiatalabb generációt. Beszéltünk a tanítások megbecsüléséről, és beszéltünk a jellemünknek, a jó tulajdonságainknak, ami nem a mi izmunk és erőnk, hanem Isten ajándéka, és Jézus Krisztus küzdötte ezt meg nekünk, hogy ezt mennyire becsüljük meg. Aki a vázlatot fogja majd még olvasni, ajánlom figyelmébe az utolsó oldalt is, amiről már nem fogok beszélni. Azt kell tisztálássuk, hogy Jézust a születése idején mennyire becsülték meg? Hova tették őt? Születése után? Jászolba. Ugye milyen szépen szól ez a karácsonyi történet, és bepolyálva tették a jászolba. Bocsánat, ez nem ilyen szép ez a történet azért. Volt neki valahol hely az istállóban. De az is csak azért már, mert na jó, mégse az utcán szüljön az anya. Szóval úgy megkönnyörültek az Istenen. Igen. Olyan döbbenetes, hogy az ember idáig tud süllyedni, hogy úgy éppen megkönnyörülök, hogy na jó, azért ott megszülethet. Úgy valahol a sarokba, valahol hátul. Olyan szomorú, mikor terhes anyáknak sem adják át a buszon az ülőhelyet például. Itt azért egy szobát valaki csak áthatott volna nekik. Aztán emlékeztek, mikor Júdás ment, hogy na majd most elárulom én Jézust. Még pénzt is adtak? Mennyit adtak? 30 ezüst. Egy rabszolgára. Na, akkor ennyire becsülték Jézus Krisztust? És mi természetesen azt gondoljuk, ha mi lettünk volna ott, akkor mi azért vagy többet adtunk volna érte, vagy azért azt mondtuk volna, hogy nem. Adassék meg, hogy tényleg így legyen a mai életemben is. Hogy én nem tennék ilyet. És volt a szőlőmunkások példázata, szintén nem olvasom el, aki szeretné, majd itt innen megteheti, hogy elküldött
munkásokat a szőlőbe dolgozni, Isten rájuk bízott mindent, és akkor ment volna a terményért, küldötte jártal. Megverték őket. Elküldött újakat. Volt, akit meg is öltek közülük. És mit mondott Isten? Talán a fiamat? Megbecsülik. És kivitték a szőlőn kívül, és megölték. Az ember olyan nagyra tartja magát, hogy képes az Istent is megölni. És nem maga az ember, hanem aki föllázítja. A gonosz, sátán. Ennyire képes Istennel szembeni lázadásra. Ne engedjünk neki. Tudjuk azt, hogy az ellenség mindent megtett Istennel szemben, aki jó volt hozzánk. Aki nem mindent megígért, csak... hanem mindent meg is ad. Isten nagyon szeret benneteket. Isten nagyon becsüli az életeteket, az életévetekben azt a sok-sok küzdelmet, amit eddig megéltetek. Vágyik arra, hogy a befogadó nyilatkozatát, hogy fiaivá, leányaivá fogadjon benneteket, elfogadjátok. Vágyik arra, hogy a meghívásának a részesei legyünk. És hogyha meghív bennünket az Atya, akkor igazi édesapánk lesz. És amivel kezdtem, Ádámot és Évát hova helyezte? Paradicsomba, az édenkertbe. Oda fog helyezni bennünket is, akik elfogadjuk az ő hívását, és gondolunk arra, hogy ezt a megbecsülést, amit tőle kapunk, viszonozzuk. Amen.